Apámat ugye szórványosan láttam gyermekkoromban, mert leptársak időnként elvitték, 45-ben is egyszer, aztán 49-54-ig. Anyám az akkor közbeportásnő volt, eredetileg varónő volt, de hát elvették az iparengedélyét, és portás volt az újpesti műbútorgyárban, és közbevart persze titokba. Apám, amikor kijött, akkor mondta azt, hogy Lacike, a piszkos mancs prasliddal nekem ne uzigált ki a hogy is jelk ott a Dantét, mert akkor az nagyon moskos lesz. Ez a gyönyörű diszkiadása, hogy is jelk a fametszetekkel Dante 30-as évekből. Azt nem szerettem, de hát az Arany első teljes 12 kötetes kiadása, az a Rátmúrféle, az is megvolt otthon, úgyhogy én nagyjából olyan 10 éves kormig végigolvastam Arany, de Arisztofanészt is beleértve. Aztán már fogva maradtam, tehát a éhes könyvszekrénybe kapott. Ez történt. Először 1970-ben kaptam Klanicai Jóvoltába lehetőséget, hogy kimenjek egy velencei Kossodi Alta Kultúra, így hívták, tehát ilyen nyári továbbképzés, amely a Fondazione Cini rendelt, és ahova a világ legnagyobb tudósait hívták meg. Hát ilyen kis senkik, mint én, illetve én senki, a többiek azok biztos okosabbak voltak, de Jakobson tartott nekünk előadást, aki oda jött Amerikából. Fölültem a vonatra, de azt nem tudtam persze, hogy vasúti sztrájk van, úgyhogy 7 óra késéssel érkeztem meg, éjszaka, 11 vagy 12 óra között valamikor. Kijövök, és akkor elindultam erre, tehát jobbra, és akkor ott látom, ezt nem tudtam, hogy itt megvannak a Servius-i városfalak. Tehát a Róma a legrégebbi korából, a királyság idejéből származó városfalak itt vannak szépen, gyönyörűen kiásva. Ez bárki, nem én, bárki oda mehetett, nem is festettek rá semmit. Én megsimogattam, hogy ez valóság. Az az épület ott, a hivatali épület, ez pedig a nagyköveti rezidencia. Én itt laktam, ez volt az erkélyem, amit látni, elfáltni. Én engem ott autóval hoztak föl a diplomaták, akik vártak a repülőtérre 1991. október 23-án reggel. Hoznak föl, és érzem azt, hogy valami még történni fog. Ez megtörtént. Tudnék, ránézek a főbejárattal szemben lévő falra, amely egy magánháznak a fala, ahol is ki van írva az, hogy éljen Kun Béla, mellette pedig az, hogy Suzi nymphomán. Rettentően megkönnyebbültem, mondom, minden rendben van. A hülyeség nem marad el, minden, az abszurditás fokozódik, helye húja dinomdánom. Hát azt lehet mondani, hogy én össze-vissza szoktam kutatni nagyjából a Jókai kódexet, tehát a legrégebbi tanulmányaimat ugye a 13.-14. századról írtam, a legújabbakat meg ma élő írókról. Róma mindenhez ad muníciót, segítséget és ihletet. A kutatásnak nem lehet sose véget vetni, egyrészt azért, mert a téma többnyire csak egészen kis részleteiben nyilvánul meg, és rejtve maradt sokáig, azért már az író ravasz és úgy csinálta, és gondolja, hogy még 200 év múlva is akadnak rejtvényfejtők, akik majd aztán kitalálják. Ugye ülnek a suton, és jól megrek, Dante mondja ezt az olvasót, heccelő mondatot. Másrészt pedig azért, mivel hogy az irodalom visszamenőleg is tud gyarapodni, tehát természetesen Vergiliushoz, vagy Horáciushoz, hogy csak a két legnagyobbat, az epikust és a lirikust említsem, bizonyos értelemben hozzátartozik a teljes utókora. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk 20. századi költőket, hogy mondjuk Pessoa, mint portugál, vagy Vas István, mint magyar, hozzátartozik a Horácius utókorához. Nem lehet. És azt lehet mondani, hogy amit ők megértettek, az benne is van, és csak ők értették meg össze, és ha nem értem, hogy ők mit értettek, akkor az ősforrásra is el vagyok zárva. Tehát magyarul nekem dolgozik az idő. Én meg versenyt futok vele a múltal és a jövővel egyszerre.